Nos, megkezdenénk a díjkiosztást. A Faddelse kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosait díjazzák. És kezdenénk a gyerekekkel, és azon belül az U7-tel. Minden gyerek egy érmet fog kapni az egész éves munkájáért. U7-esek, gyertek! Tapsoljuk meg őket! Köszönjük, a következő az U9-es korosztályból. Mosonyi Dávid a Bozsik programban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Dániel, elnézést anyuka. Menjetek botos botot vissza. Az U9-esből Vas Botond, az egész éves munkájáért. U11-ből Kis Martin, szintén a Bozsik programban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. U11-ből Hoscsánszki Márk, az egész éves munkájáért. U13-ból Fodor Zoltán, az egész éves munkájáért. U21-ből Gáz Balázs, az egész évben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. U21-ből házi gólkirálynak 12 góllal Sallai Péter lett és Orsós György. Jó, Gyuri nincsen. Következzen a felnőtt női kategóriába Nyirati Kinga, az egész éves kitartó munkájáért. Felnőtt férfi kategóriában holt versenyben egyforma teljesítménnyel, vagyis pontszámmal, Asztalos Attila és Udovicsics Gábor. És felnőtt férfibe még holt verseny alakul ki a házi gólkirályok között 15 góllal Gáncs Gábor és Fazekas Róbert. Köszönjük. És akkor ezúton megköszönnénk a két edzőnek a lelkiismeretes munkát. Gyerekek csapat edzője Fók Renáta, és még a női csapat edzőjét posztját is ellátja. U21 és a felnőtt csapat edzője pedig Vidya Tamás. És akkor most pedig kezdődne a mérkőzés, tehát megkérném a két csapatot, a FAD és a Megye 2 válogatottat, hogy sorakozzanak fel, és őket is bemutatom.